10 nap múlva rendezik meg a Nemzeti Színházban az M4 Sport az év sportolója gálát, melynek beharangozó sajtótájékoztatóján hétfőn bejelentették, hogy az egyes kategóriákban a gálán melyik 3 jelöltből kerül ki a végső győztes. A sajtóeseményen az is kiderült, hogy a szurkolók szavazatai alapján Gazdag Dániel, Tokmak Nguyen, illetve Zsóri Dániel Puskás díjas találatából választja ki a szakmai zsűri az év gólját. Ezen kívül 2 új kategóriában díjat is adtak át. Az év szabadidős sporteseménye a Budapesti Sportszövetségek Uniója családi sportnapja lett, míg az év e-sportolójának Kis Tamást választották. Évek óta terveztük, és egy évvel ezelőtt már be is jelentettük, hogy létrehozzuk ezt a 2 új kategóriát. Az idén először a győztesek díjazására is sor kerül, most még csak bevezető jelleggel, de azt nem mondom, hogy kísérleti jelleggel, mert eltökéltek vagyunk abban, hogy jövőre már a nagy színpadon, az élő televíziós showműsor keretében a többi díjjal együtt adjuk át ezeket az új díjakat is, de az idén először itt a beharangozó sajtótájékoztató keretében, amikor elkezdődik a végső visszaszámlás, amikor 10 nap van hátra a gáláig. Az elmúlt 5 évben külföldön küzdöttem e-sportolóként, Magyarország egyetlen e-sportolójaként, így aki eljutott az LEC vagy LCS szintre, és annak nagyon örülök, hogy az e-sport kezd egyre nagyobb elismerést kapni itt Magyarországon is, mert látom, hogy ez külföldön rendkívül dinamikusan fejlődik, és most Magyarországon is kezd ennek a nyomdokaiba lépni. És ez egy elég nagy elismerés, hogy itt átvettem ezt a díjat. Köszönöm szépen. Idén volt nekem ez az első alkalom, hogy bejutottam a világbajnoki legjobb 16 közé, és ott sikerült a csoportkörből is továbbjutnom a csapatommal, és bejutottunk a legjobb 8 közé, ahol utána kiestünk egy kurai csapattal szemben, de ez egy elég nagy mérföldkő volt így a karrierem során is, és azt mondanám, hogy ez egy nagy teljesítmény volt. Kis Tamás arról is mesélt nekünk, miért éppen Vízi Csacsi néven vesz részt a versenyeken. Ilyen nagy eredete nincs a névnek, ilyen kicsit viccesebb nevet akartam, ami eléggé egyedi, ami nem úgy van, hogy mondjuk rákeresnek a Google-on, és akkor valami teljesen mást kapnak az emberek, mert elég sok ilyen névvel találkozunk, például hogy Happy, vagy valami hasonló, ilyen nagyon általános. Úgyhogy olyasmit akartam, ami egyedi, kicsit viccesebb, de ugyanakkor tükrözi azt, hogy ki vagyok én, és így jutottam el erre, ehhez a névhez. És ezt így magyarul használod a nemzetközi versenyeken is? Igen, és elég sok kommentátornak nehezére is esik kimondani, de tanulgatják, és sokszor meg is kérdezik, hogy hogyan kell kimondani, hogy Vízi Csacsi, és próbálkoznak, úgyhogy ennek örülök, hogy ezt az erőfeszítést megteszik. A sajtótájékoztatón elhangzott, a gála műsorvezetője Tihany Viktor lesz, díjat ad át az osztrák labdarúgó válogatott pályaedzője Szabics Imre, mindemellett Csisztu Zsuzsa, az MSUS alelnöke és a szervezőbizottság tagja elárulta, ki lesz a műsor sztár vendége. Egyfajta rendezvút szervezünk egy világklasszi sportoló és a magyar világklasszi sportolók között. Mi úgy gondoljuk, hogy ez talán mindkét fél számára egy legtisztelő lehetőség, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy egy olyan ember fogadta el a meghívásunkat, és repül át az óceánon ismét a kedvünkért, aki egy 9-szeres olimpiai bajnok, nagyon sokáig egy egészen fantasztikus rekordot tartott, úszó legenda Mark Spitz. További részleteket Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, a gála kreatív producere árult el nekünk. 10 nap van hátra a gálaig. Kreatív producerként ilyenkor éjjel-nappal csörög a telefon, és az utolsó simításokat kell rendezni, vagy hogy nézni? Nagyjából ez a helyzet, igen. Éjjel-nappal csörög a telefon, és pittyeg a telefon, amikor kapom az e-maileket, hogy akkor ki hogy áll, meg mit kérdez, meg mi probléma. De hát ez rendjén való, ennek műfajnak ez a sajátossága. Vannak olyan produkcióink, amiket már hetek óta próbálunk, vannak olyanok, amik most érnek a csúcsra, hogy mondjam, még az utolsókat simítjuk rajta. 178 résztvevő, 178 fellépő lesz a színpadon az egész este során, ebben nincsenek benne a jelöltek, hiszen ők nem tudják még, hogy ott lesznek-e vagy nem. 178-an viszont pontosan tudják, és nagyjából most már mindannyian azt is pontosan tudják, hogy melyik centiméternél, melyik négyzetcentiméternél pontosan mit kell csinálniuk, de hát azért még van vele dolgunk, nagyon nagy show lesz, abbról biztosítotok. Az M4 Sport az év sportolója gálát január 16-án csütörtökön este 8 órától rendezik meg a Nemzeti Színházban.